Shout out to the people.
most ez is, most én voltam, ez nagyon, nem tudtam, hogy jövök, nem jövök. Jó, köszönöm. Vendégem és öreim, kedves vendégem, jönnek közelebb. Megyek egy picit, aztán nem tudom úgy tüntetni, hogy ne legyen. Szert a világon lobbantják fel ma Hanuka 5. lángját, ami a szabadságra, a toleranciára emlékeztet, és a csodára, ami jeruzsálemi szertében történt a makabeus szabadságharcosok győzelme után. Köszöntöm az EMI, Egységes Magyarország Izraeli Hitközség és a Havadlóvis Mozgalom szervezésről megrendezett központi Hanuka ünnepség díszvendégeit, Székely Józsefet, Jászai Mari díjas színművész és rendezőt, és Heller Ágnest, Széchenyi díjas filozófus, esztétát, egyetemi tanár. És az EMI, Egységes Magyarország Izraeli Hitközség és a Havadlóvis Mozgalom rabjait és vezetőit. Felkérem Bodnár Dánielt, a Tettésünk Alapítvány elnökét, hogy köszöntsön együgyűlteket. Tisztelt együgyűltek, kedves barátaim. A következő érdekes megközelítésről szeretnék nektek beszélni. Néhány egészen rövid mondatban ezen a hideg estén. A Hanuka kapcsán általában a csodáról szoktunk beszélni, a fényről és a fény csodájáról. Arról a csodáról, ami a 8 napig égő lángok csodájaként szokott emlegetve lenni. Kevesebbet szoktunk beszélni a fizikai csodáról. Bár a zsidóságnak a tanítása szerint a spiritualitás és a fizikalitás az egymástól nem szétválasztható, az mindig is egymás felé törő, mindig is egymáshoz közelíteni vágyó két elem. A fizikai csoda, amelyről beszélni szeretnék néhány mondatot nektek, az a kisebbségnek, a kis közösségnek, a makabeusok apró kis közösségének a csodája, amellyel a többség fölött csodálatos győzelmet aratott tisztán a fizikai világban. A makabeusok közössége legyőzte a görögök óriási többségét, mert jó ügyet szolgált, mert egy olyan ügyet szolgált, mely az egész emberiség javát éltette. Sajnos nem tudom megkerülni, hogy úgy mondjam, mindennapi szakmámmal kapcsolatban ne hozzam az ünnepet. Talán néhányan tudják, hogy a jómagam a Tettésvédelem Alapítvány elnökeként az antiszemitizmus elleni küzdelemmel foglalkozom munkaszerűen. Hála Istennek, ma nem a kisebbségnek kell a többség felett győzelmet aratnia. Ma egy olyan világot élünk, amelyben, hogyha létezik közös akarat, amelyben, ha létezik konszenzus, amelyben létezik egy olyan közmegegyezés, amelyben elhatároljuk, meghatározzuk és definiáljuk a helyes és helytelen beszéd határait, akkor közös erővel a többség, a jószándékú többség, a zsidó közösség, a többségi társadalom, és úgy általában minden jószándékű polgára ennek az országnak képes a hangzatos és agresszív kisebbség fölé kerekedni. Kérem, hogy mindannyiunk számára a Hanuka ünnepének, a makabeusok győzelmének legyen ez egy egységes üzenete. Közös erővel, közösen kialakított konszenzusokkal a leghangosabb kisebbség fölé is tudunk kerekedni. Köszönöm szépen! Köszönjük Bodnár Dániel szavait, és felkérem Székely Józsefet, hogy mondja el üdvözlő beszédét. Kedves barátaim, nagy szerencsénkre Mazel Tov, tudós asszony is szól majd hozzátok, nem csak a magamfajta tudatlan. Amhórec, ahogy itt is ül mondják. Meló, Mazel Tov és Amhórec. Ennyit tudok én erről az egészről. Miként a generációmból sokan, magam is egy emberöltőn át salomoztam az identitás és a zsidentitás érzékeny, vérzékeny mesdjéjén, rabbinikus mércével mérve, abszolút képzetlenül. Dátumot, hétköznapokat kutyulom,
az ünnepeket alig ismerem. Egy életet éltem le hitélet nélkül, mégis genetikusan az élet hitébe vetett mély tisztelet jegyében, a szabadság lángoló imádatával. Apropó láng, gyertyagyújtás. Parányi kisfiúként faggattam a szüleimet, nálunk miért nincs karácsonyra karácsonyfa, Hanuka rácsonykor. Így mondtam, Hanuka rácsony. Apukám még sietve nyugtattak, azért kisfiam, mert tűzveszélyes. 50-es évek volt, nagymama váratlan halála után lassan elmaradoztak a heti gyertyafények is, Hanu karácsony táján nálunk nem égtek gyertyák. Aztán esztendőre anyukám meglepett egy 50 centis műanyag karácsonyfa imitációval, ami forradalmi változást jelentett számomra a festői Hunyadi tér környékén. Mámorosan gyújtottam meg a gyertyákat, és égettem olvatak porrá a műfát, beleheggesztve az intarziás nagyszoba asztalba. Szüleim azt mondták, na látod. Ma már tudom, a tűzveszélyes, de védekezni ellene csak lobogó tűzzel lehet. Lobbanjanak tehát gyertyalángok a lelkekben, szemekben, szívekben, üzzék el közülünk a széthúzás, a szeretetlenség, a kirekesztés démonait, őrizzék a lángok az embert, és az ember őrizze a lángokat, a meleget, megértést, szeretetet és türelmet. Az élet legyőzhetetlenségébe vetett hitünket, a teremtés teremtő csodáját, gyermekeink szépséges arcát, házunk, hazánk befogadó melegségét, szép és tartalmas hétköznapok után, szép és tartalmas ünnepeket mindenkinek. Tárgybéli tudatlanságomért ne hibáztassatok, hiszen amhórec vagyok. Megtisztelő figyelmeteket köszönöm, boldog ünnepet a világnak, ámen. Köszönjük Székely Józsefnek kedves szavait, és hogy megtisztelte ünnepségünket jelenlétével. Most pedig felkérem Heller Ágnest, mondja ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplő közönség, azért gondolom, hogy ünneplő, mert Hanuka örömünne. Hanuka örömünne. A szabadság ünnepe, és a szabadságot mindig meg kell ünnepelni. A fény és a szabadság alapjában ugyanaz, mert a szabadság hozza nekünk a fény, és a fény hozza nekünk a szabadságot. Ténylegesen azt ünnepeljük, hogy egy kis csoport, makábusok csoport, egy kis hadsereg megvert egy nagy hadsereget, mert hitt a győzelmében. A csoda az volt, hogy megnyerték ezt a háborút. És utána megnyerték a háborút, összeültek a makábusok, és arra következtetésre jutottak okossal, mint az alapító atyák később Amerikában, hogy most felszabadultunk, de a felszabadulásból meg kell teremteni a szabadság intézményeit. Felszabadultunk sokféleképpen. Felszabadult a zsidóság, mint nép, és felszabadult, mint monoteizmus, egy másik vallás diktatúrája alól. Ez a zsidó nép neve, az nemzeti szabadság ünnepe, és a monoteizmusnak az ünnepe, az egyistenlétnek az ünnepe. Ugyanis Júdás Makabus nélkül Jézus sincsen, nem is lehetséges. Ez megnyerte a monoteizmusnak, Júdás Makabus nyerte meg azt a háborút, annélkül, hogy tudta volna. Összeülnek ezek az okos emberek, és ez nagyon szép. És elkezdenek beszélgetni, hogy mi történt voltak éppen velük. És milyen következtetős kell ebből levonnunk. Olvastak a makábusok könyvét, azt mondják, ezt a dolgot meg kell mindig ünnepelni, a szabadságunkat meg kell minden évben ünnepelni. Tehát most
olyan ünnepet fogunk ülni, amit minden évben ezekkel meg kell ünnepelni. Mi is ezt teszünk. Azt az ünnepet tudjuk meg, amelyet a makabusok annak idején kijelöltek ünnepnapnak minden idők számára. Ünnepelünk. Megkérdezték, hány napig ünnepeljük. És azt mondták, először Isten kiszabadította a zsidókat Egyiptomból, azt 8 napig ünnepeljük. Most megint felszabadultunk, ezt a felszabadulást megint csak 8 napig ünnepeljük. Tehát minden felszabadulást 8 napig kell ünnepelnünk. Nemzeti ünnepet, vallási ünnepet ünnepelünk ebben a pillanatban. Hallottam, nem beszéltek eddig róla, hogy egyesek kárt tettek a Hanukiákban tegnap éjszaka. Aki kárt tesz a Hanukiában, az a szabadságban tesz kárt. Akár tudja, akár nem, a fényt és a szabadságot gyalázza meg. A zsidóságon keresztül, hiszen bizonyára antiszemiták voltak az illetők, a fényt és a szabadságot gyalázza meg. Mi pedig ünnepeljük a fényt, és ünnepeljük azt, hogy minden felszabadulás után meg lehet teremteni a szabadság intézményeit, és a szabadság intézményeit nem csak megünnepelni kell, hanem meg is kell minden esztendőnbe védeni. Remélem, hogy itt az ünneplő tömeg is meg fogja védeni a szabadság intézményeit. Most és a jövőben is. Köszönöm. Köszönjük Heller Ágnes lelkesítő szavait, és most pedig a fizikai lángok fellobbantása következik. A gyertyújtás felkérem Gritzenstein Smol rabbit, hogy mondja az áldásokat, és Oberlander Baruch rabbi és Bodnár Dániel fogják a lángokat fellobbantani. Thank you.
hozzám ez a kényelmény. Lejjett a hinnád béja, nincsám ámnál béja. Az góve sírni szom, hálókát a kizbéja. Az góve sírni szom, hálókát a kizbéja. A ne volt a lálu szuarno mannikin, a ne volt a lálu. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשובות ועל היחבות שעשית לאבותינו שעשית לאבותינו בימים ההם בימים ההם בימים ההם בזמן בימים ההם בימים ההם בימים ההם Két kört csinálunk, a férfiak azon az oldalon, a hölgyek itt, és folytatódhat a táncon, és hamarosan érkezik a fánk. Am Israel, 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 Am Israel,
Nagila hava, Nagila hava, Nagila vezeha. Nagila hava, Nagila hava, Nagila vezeha. Hava, Nagila hava, Nagila hava, Nagila vezeha. Eya van, eya mena, van, eya mena, hava, eya mena.
השם והיה השם מבטחו. Shamayim, Yisrael, Shamayim,
Love, 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 love
Ilyenkor mindig elénekelünk a szól a kakast. Szól a kakas. Sárga lábon, gyöngy a szárnyon,
Közösségi gyújtás, de mindenkinek külön-külön otthon. Boldog Hanukkát kívánok! Én is boldog Hanukkát! Nagyon! Happy Hanukkát! Thank you.
anyámat,